Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szedlacsik Miklósnak hívnak. Tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt itt nálunk mindenki tegezi egymást kortól nemtől függetlenül. És ha már belekezdtem abba, hogy vannak, ugye a két képzés eltér egymástól, az első az, mint mondtam, egy ilyen információs, a második pedig megoldásokat ad. Mire? Hát gyakorlatilag az élet minden területére. Nem egyszerre természetesen, hanem olyan képzési rendszerünk van, amely hosszú távú. Hát hosszú távú. Körforgásosak a képzéseink, az azt jelenti, hogy ugyanoda visszatalálnak ugyanahhoz a képzéshez. 25 nagy témánk van, hát 25 nagy téma. És ez a 25 nagy téma átöleli teljes egészében az életet. Ezért az életben bárkinek bármilyen megoldandó helyzete lenne, akkor abból a tudásból, amit itt tanult, tud meríteni. Tehát tudást meríteni természetesen. Ami annyit jelent, hogy ha valaki azt gondolja, hogy gyorsan meg lehet változtatni emberi tulajdonságokat, akkor tévedésben van. Egy témánk a 25-ből, a legrövidebb témánk is olyan két hónapos, az azt jelenti, hogy 60 óra. Egy-egy hónap az kb. 30 óra. A leghosszabb eddigi témánk az 8 hónap volt. Tehát ezért ugye végig lehet gondolni, hogy átlagban biztos, hogy van 4 hónap. Egy téma, az azt jelenti, hogy 100 hónap. A 25 téma. Tehát az már ott vagyunk, lassacskán, amit eredendően mondtam, a 9 évnél. Tehát most például a második részben egészségteremtő kócsképzésünk van, és annak a negyedik hónapját végezzük, és hát valószínű, hogy a negyedik hónapban nem fogjuk befejezni. Jó, tehát csak egy kis adalék onnan, hogy a tudomány mai állása szerint a betegségek körülbelül 85%-a pszichoszomatikus eredetű, az azt jelenti, hogy a gondolkodásunk megbetegíti a testünket. És ugye a mi tanulmányaink során az ember rájöhet arra, hogy az összes bármilyen betegségről legyen szó. Gyakorlatilag pszichoszomatikus eredetű. Az azt jelenti, hogy mindig visszavezethető valamilyen betegség, bármilyen betegség, gondolkodási hiányosságra. A gondolkodás hiányossága pedig a tudás hiányára vezethető vissza. Tehát az ember nem csak mondjuk egészség problémája lehet, hanem lehet az embernek balesete, lehet családi problémája, anyagi problémája, és ez mind a gondolkodásra vezet vissza, és mind a tudás hiányára vezethető vissza. Tehát egy embernek problémája van, akkor azért van problémája, mert nincs elég tudása arra a területre, ahol a problémája jelentkezik.
Tehát ebben a négy területben egyébként mindenféle probléma besorolható. Tehát egy olyan fajta tudást nyújtunk az embereknek, ami bolygó szinten teljesen egyedülálló. Tehát az is egyedülálló, hogy egy oktató csinálja végig ezt a tudást, tanítást. Az is egyedülálló, hogy 9 év tudás, teljesen egyedülálló, és hogy foglalkozunk az embernek minden részével, és az élet minden részével. Tehát ez is teljesen egyedülálló. Tehát, hogy foglalkozunk az anyaggal is, és foglalkozunk a szellemmel is, tehát a szellemiséggel foglalkozunk. Tehát a tudásunkkal és az amögötti dolgokkal is foglalkozunk. Tehát, hogy lehet ezt, lehet ezt így megcsinálni? Úgyhogy személyemben sikerült azt elérni, hogy az anyag területén is piacvezetői pozíciót sikerült elérni. 2 olyan területen is, amit azóta sem tudtak lepipálni. Tehát pedig réges-rég abba hagytam. Az egyiket 2010-ben, a másikat pedig 2007-ben, és azóta sem sikerült azt a 2 területet másoknak lepipálni, pedig hát azok a területek jelen pillanatban is működnek. És amit most csinálunk, ahol már az ember szellemével foglalkozunk, hogy jó szellemű legyen az illető, tehát ez is benne van a képzésben, ebben is piacvezetők vagyunk. Mi képezzük a legtöbb coachot. A coach azt jelenti, hogy képes kihozni valakiből a legjobbat és a legtöbbet. Ha egy ember képes másokból kihozni a legjobbat és a legtöbbet, és ezt nem sport területén tudja ezt megcsinálni, mert ugye biztos láttátok már, hogy mikor van valami sportesemény, akkor kiírják, hogy coach, tehát edző. De ez a sportedző. De ott is egy edzőnek az a dolga, hogy a sportolóból kihozza a legjobbat és a legtöbbet. Tehát a coach, a nem sport coach, a nem sportedző, az az életben tudja ezt megcsinálni, hogy kihozza valakiből a legjobbat és a legtöbbet, de ebben is egyedülállók vagyunk. Melegszik itt a levegőt, nem? Előbb kikapcsoltam. Fűtünk, jó? Sokan vagyunk fűtünk. Tehát a coach képes arra, hogy az élet területein kihozza a legjobbat és a legtöbbet az emberekből. De szeretném elmondani, hogy ebben is egyedülállók vagyunk, hogy a bolygón mit tanítjuk a legtöbb típusú coachot. Sehol máshol nincs ennyi típusú coach képzés, mint ami nálunk van. Tehát nincs ilyen. Ezáltal ugye akik itt tanulnak, azok a legszélesebb körben tudják majd az embereket segíteni abban, hogy kihozni belőlük a legjobbat és a legtöbbet. És erre nézzük meg, miért van szükség, jó? Tehát nekem van egy küldetésem, amiben az, amit csinálok, az egy eszköz. Amit én csinálok, az nem cél számomra, csak egy eszköz. És valószínűleg ezért tudtam sokkal nagyobb eredményt kihozni
azokból a területekből, ahol piacvezető pozíciót értem el, mert számomra az a feladat, az a munka, amit végeztem, az nem cél volt, hanem eszköz. Oké? Okay? És most is, amit csinálunk, amit most elmondtam, az egy eszköz. Miért? És akkor nézzük, hogy vajon mi a cél. Tehát nem tudom, észrevetted-e, hogy sok a boldogtalan ember. Sőt, egyre több. Nem? Tehát, hogy az emberek egyre rosszabb és rosszabb hangulatban vannak. Tehát ugye onnan tudod, hogy valaki boldog, hogy nagyon jó hangulatban van. És ha tartósan jó hangulatban van, akkor ő tartósan boldog. Tehát egy rossz hangulatú emberre, ha te azt hiszed, hogy boldog valamikor is, akkor óriási tévedésben vagy. És hogyha te esetleg nem vagy kellően jó hangulatú, akkor a boldogság távol van tőle. Jó? Hát ezzel szembesülni kellene mindenkinek. És minél több a boldogtalan ember ezen a bolygón, hát bizony annál rosszabb világunk van. Mert akármilyen hihetetlen, nem a politikusok határozzák meg, meg nem a mindenféle vezetők határozzák meg azt, hogy milyen a világunk, hanem a többség. Méghozzá a túlnyomó többség. A túlnyomó többség pedig az átlagember. Most hol milyen az átlagember, ez most más kérdés. Van, ahol az átlagember ott jobb módú, van, ahol kevésbé jó módú. De lényeg az, hogy az átlagemberek határozzák meg a világunkat. És hogy az átlagemberek milyenek, olyan a világunk. Amilyenek az átlagemberek, tehát a túlnyomó többség, olyan a világunk. És ha nem túl jó a világ, akkor azért nem jó, mert nem túl jó az átlagember. Érted? Csak azon kellene végig gondolni, hogy mondjuk az elmúlt 10-20 évben, mióta mondjuk az eszedet tudod, vajon jobb irányba haladt a világ, vagy rosszabb irányba haladt a világ? Mondod végig. Tehát jobb lett az embereknek, vagy rosszabb lett az emberek? Tehát tudom, hogy van egy hullámzás, volt, amikor jobb volt, volt, amikor rosszabb, de a trendet nézd meg, az irányt nézd meg. Tehát az irány nem ez, hanem ez. Jó, így, de akkor is ez az irány. És ezt abból látod, hogy régen sokkal több jó hangulatú ember volt, most sokkal több rossz hangulatú ember van, mint régen. Tehát ezt valahogy reálisan át kellene látnod. Tehát túl kellene nézned a saját helyzeteden. És látni azt, hogy egyre több olyan ember van, akinek egyre több és több problémája van. Tehát az ember azért rossz állapotú, mert nem tudja megoldani a problémáit. Tehát egy ember simán megoldja a problémáit, akkor mitől lenne rossz állapotú? Mert akkor az nem probléma. Mert a probléma az, amit nem tudsz megoldani. Ha másik ember, akinek vannak megoldásai, kap egy problémát, az neki nem probléma, a feladat. Érted? Tehát nagy különbség van a feladat és a probléma között. Tehát míg az emberek tudatlanságuk miatt problémáznak, és nem oldják meg a problémájukat, mert hát
probléma. Azért probléma, mert nem tudják megoldani. Mert mondom még egyszer, ha azt meg tudnák oldani, az nem probléma lenne, hanem feladat. Oké? Na most, tehát az embereknek egyre több és több problémájuk van, ezáltal egyre rosszabb és rosszabb az életük, a hangulatuk. És ez társadalmi szinten teljesen felelhető, átlátható. Tehát azt látni, hogy csúszik lefelé a társadalom. Most nézzünk példákat. Mikor voltak etikusabbak az emberek? Most? Vagy 20, 30, 40, 50 évvel ezelőtt? De hogy azt mondta, hogy most? Jó, mert akkor hazudsz magadnak. Oké? Régebben az emberek etikusabbak voltak. Honnan tudni, hogy etikusabbak voltak? Nagyon egyszerű. Csinálsz egy felmérést, vagy utána nézel, hányan válnak el? Mennyien váltak el régen? Oké? Biztos azért válnak el, mert nagyon etikusak a házasságban. Nem? Biztos, hogy nem ezért. Hanem mert etikátlanságokat követnek el. Tehát ugye a házasságban nagyon fontos lenne az erkölcs, nem? És szerinted hány olyan házasság ment szét, ahol valamelyik nem volt kellően erkölcsös? Ugye mit értünk az etikán? Az etika azt jelenti, hogy erkölcs, tisztesség, becsület. Oké? Tehát tisztesség, becsület. Tehát csak tisztában legyünk. Tehát az etikába beletartozik az erkölcs is, de oda tartozik még a tisztesség és a becsület is. Jó? Tehát az azt jelenti, hogy ezen a téren a társadalom lesüllyed. Tehát lesüllyed. És minél tudatlanabbak az emberek, annál több hülyeséget csinálnak. Logikus, nem? Tehát minél több olyan ember van, aki nem boldogul az életében, egyre több bajt és bajt okoz. Tehát nem tudom, megfigyelted-e, hogy van egy tudatos elbutítás. Tudatos elbutítás. Társadalmi szinten. Tehát lehet azt mondani, hogy, vagy lehetne azt mondani, hogy mintha tudatosan butítanák el az embereket, csak ez nem mintha, hanem ez így van. De ha te úgy gondolod, hogy mintha, nekem mindegy, hogy gondolod. De lényeg az, hogy az embereket tudatosan butítják el. Nagyon egyszerű oka van. Tehát egy jó hangulatú ember, az képes arra, hogy az életének az irányítását a saját kezébe vegye, és tartja. Tehát tartsa az életének az irányítását a saját kezében, tartsa. Érted? Hosszú távon is. Tehát egy jó hangulatú ember erre képes. Hogy kezébe vegye, és utána ott tartsa kezében az életének az irányítását. Minél rosszabb hangulatú egy ember, annál képtelenebb erre. Annál inkább irányításra szorul. És ez azt jelenti, hogy annál inkább alkalmazható az illető szolgának. Oké? Tehát egy ember, amelyik a saját életét irányítja, az nem lesz szolga. Világos voltam? Na most, ki a szolga? Minden alkalmazott, ha megnézed, szolga. Csak nem így hívják. De semmi különbség nincs a mostani alkalmazottak és a régi szolgák között. Semmi. Oké?
Csak azért nem szolgálnak hívják, mert az, hogy alkalmazott, az szebben hangzik. Oké? És hát, ha nem veszik észre, hogy ők szolgák. Érted? Hát ezért alkalmazottnak hívják. Egyszerű. Jó? Tehát, itt vannak azok az emberek, akiknél sikerült elérni, hogy szolgák legyenek. De azt akkor tudták elérni, hogyha lerontották a hangulatukat. Erre megvan a módszerük, hogy hogy kell az embereknek lerontani a hangulatukat. Nem fogom részletezni, mert hosszú lenne. Ja? Tehát lényeg, hogy sok a rossz hangulatú ember, ezáltal sok a szolga. Jó? Én egyébként már nagyon régóta megfigyeltem, hiszen 87-től kezdtem el cégvezetőkkel tárgyalni. Tulajdonosokkal, cégtulajdonosokkal tárgyalni. És egészen csináltam ezt 2007-ig. És már akkor megfigyeltem, hogy mennyivel jobb hangulatúak a cégtulajdonosok, mint az alkalmazottak. És megfigyeltem már akkor is, hogy a rossz hangulatú cégtulajdonosok, azok mind tönkretették a saját cégüket. Mind. Oké? Okay? Tehát, hogyha egy rossz hangulatúvá vált egy cégtulajdonos, akkor tönkrement a cége. Oké? Okay? Ezt már megfigyeltem ezelőtt 10-20 évvel, érted? 20, 30, már majdnem 30 évvel. Szóval, lényeg az, hogy gondold végig, hova tart a világunk, jó? Hova tart? Mi lesz, ha nem teszünk semmit azért, hogy az emberek jobb állapotúak legyenek? De a jobb állapothoz az kell, hogy képesek legyenek az élethelyzeteiket kezelni. Milyen területeken nézzük meg? Az embernek van 10 életterülete, gondold végig, ha ezen a 10 életterülete te boldogulsz, akkor jól érzed magad a bőrödben. Sőt, mondhatjuk azt, hogyha egyre jobban boldogulsz ezeken a területeken, annál jobban érzed magad a bőrödben. És ha megnézed az ismerőseidet, barátaidat, ezeken a területeken mind boldogulnak? Kíváncsiukra. És ráadásul, ugye vannak ilyen igen fontos területek, nem véletlenül kezdődik valami egyessel, és folytatódik kettessel. Ha az ember azokon a területeken, akár egy kicsit is problémás a helyzet, az akkor kihat az összes területre negatívan. Tehát ami azt jelenti, hogy mit tudom én, valaki hall egy rossz hírt, tudom én, meghal egy általa nagyon kedvelt személy, akit nagyon szeretett, lehet az mondjuk egy hozzátartozó. És hányszor láthattál már olyat, hogy emiatt az illető mondjuk depresszióba zuhan. Én láttam ilyen embereket. Tehát depresszióba zuhan. És az azt jelenti, hogy az összes életterülete onnantól kezdve romokba lesz. Oké, ő maga depresszióba zuhan, és tönkre teszi az összes többi életterületét. Mindet. Oké? Okay. És csak annyi volt, hogy
ami mondjuk meghalt az nagymamája. És mondtam valamit, ez egy konkrét példa egyébként. És az illető maga depresszióba zuhant, és tönkretette az összes életterületét. Minden. Úgy, ahogy volt. De ez nem csak egy példa, ez mindenkire vonatkoztatott példa. Mindenki így működik. Tehát az embernek, ha nincs tudása, már pedig a törekvés az, hogy ne legyen, nem a mi törekvésünk. Ez egy ilyen a társadalmi olyan törekvés, hogy a társadalom vezetőinek a törekvése. Oké? Okay? A társadalom vezetőinek a törekvése. Hogy minél kevesebb tudásuk legyen az embereknek. Tehát nem véletlenül a történelemben megnézzük, hogy utána jöttek a sötét korszakok, amikor a tudást mondjuk elégették. Például nem kell messzire menni a történelembe. Második világháború előtti időszak. Náci korszak Németországban. Könyvégetések. Az még a háború előtt volt. És a könyvégetéseket milyen sötét korszak követte? Vagy mikor a földgyújtották a alexandriai Egyiptomba az alexandriai könyvtárat. Utána jött a sötét korszak. Tehát mindenütt ez volt. Amikor a tudást elvették, akár elégetés formájában, utána jött a sötét korszak. Tehát, ha az emberek tudatlanok, és minél tudatlanabbak, annál sötétebb korszak várható az emberiség számára. Ezt jó, ha tudod. Tehát ez nem kell nagy tudósnak lenni, hogy valaki erre rájöjjön. Jó? Tehát ami annyit jelent, hogy ha megfordítjuk ezt az egészet, tehát hogyha tudást adunk az embereknek, akkor nem sötét korszak jön, hanem megvilágosodás. Tehát nem véletlenül mondják. A sötét korszak az a tudatlanság korszaka. A megvilágosodás pedig a tudás korszaka. Csak hogy tiszta és világos legyen. Még a nyelvünkben is így szerepel. Tehát, hogyha azt akarjuk, hogy az ember, hogy megvilágosodjon a korszakunk, akkor az embereknek tudásra van szükség. Jó? Tehát a tudás az nem egy cél. A tudás az egy eszköz. Oké? Az egy eszköz. Ha az ember tud, akkor képes arra is, hogy nem csak megoldjon egy problémát, hanem megelőzzön egy problémát. Tehát az embernek annyi tudással kell rendelkeznie, hogy képes legyen megelőzni a problémákat. Tehát, hogyha visszamegyünk ide az elejére, igen, itt vagyunk. Mi eszesebbé tesszük az embereket, hogy fejlődhessenek, de miért fejlődjenek? Na ez már kezd cél lenni, amit megnézitek. Hogy szabad, boldog életük legyen. És egy sokkal jobb világunk legyen. Oké? Okay? Tehát a tudás
És a tudatlanság, hogyha szembeállítjuk egymással, akkor azt látod, hogy nem exponenciálisan, illetve nem lineálisan növekszik, hanem exponenciálisan. Tehát az azt jelenti, az exponencialitás, hogy kezdetben nem látszik, és utána hirtelen meglódul. Tehát nem folyamatos. Tehát mind a tudatlanság, mind a tudás így működik. Tehát kezdetben nem látod a tudatlanságnak a következményét, majd hirtelen ez felgyorsul. De ugyanez fordítva is, hogy kezdetben nem látod a tudás következményét, majd felgyorsul ez a folyamat. Ezt most azért érdekes tudni, hogy hogyha esetleg nem látod eléggé az elbutulást, akkor gyakorlatilag, tudom én, mondjuk azt mondod, hogy jó, hát nézzük meg 20 év alatt mennyit butultak el az emberek. Jó, akkor ez úgy működik, hogy tudod, mint a technika fejlődése. Hogy most 5 év alatt annyit fejlődik a technika, mint előtte 500 év alatt, érted? Tehát olyan sebességre fejlődött a technika fejlődése. Tehát exponenciális fejlődés ezt jelenti. Tehát az azt jelenti, hogy most megnézed, az elmúlt 4 év alatt többet butult el az emberiség, mint előtte 20 év alatt. Oké? Tehát elég jól látni. Tehát ha azt mondod, hogy nem látod ezt az elbutulást, akkor nézd már meg ezt az elmúlt 4 évet, jó? Hogy milyen mértékű volt az elbutulás itt a világunkban. Nem csak itt Magyarországon, a Földön. Jó? És ha egy kicsit nézelődsz az interneten, akkor ráakadhatsz olyan tervezetekre, hogy mit terveznek az emberiséggel a jövőben. Nem a távoli jövőben. Milyen negatív dolgokat terveznek az emberiséggel a közeljövőben. Érted? Egy kicsit utána olvasom. Ami azt jelenti, hogy ahhoz képest a Covid, az mondjuk egy leányáló volt, mint amiket tervezgetnek az emberekkel. Jó? Szóval, ugye nekünk van egy eszköz a kezünkben, az pedig a tudás. 14 éve kezdtem el a külvilág felé tanítani azokat, amit most tanítok. Előtte 98-tól vezetőknek tanítottam. Hát 98-tól. Vezetőknek. És rájöttem, hogy hát nem csak a vezetőknek kellene tanítani ezeket az emberek, ezeket a dolgokat, hanem az embereknek, mindenkinek. Ezért létrehoztam ugye a Nyílt Akadémiát, mint iskolát. A PPH-n belül. A PPH ugye azt jelenti, hogy Problem Prevention Holding. És kikalkuláltam egy olyan árat, ami bárki számára megfizethető. Tehát gyakorlatilag gondold végig, milyen oktatásban vehet részt valaki óránként, mondjuk 420 forintet. Semmilyenben. Semmilyenben. Az azt jelenti, hogy éppen tegnap újságoltam a nejemnek, hogy küldtek egy 2,5 órás képzést, 2,5 órás, jó?
ami pont annyiba került, mi nekünk a 30 óra. Oké, 12.500 forint. És ez már kedvezményes ár, mert egyébként pedig annyiba került volna, mint az első havi tandíjunk. Nagyon érdekes összecsengések vannak az árak közt. Tehát majdnem ilyen 1-200 forintra stimmeltek a dolgok. Jó, tehát lényeg, hogy ugye ezt kiszámoltam, hogy náluk akkor mennyibe kerül egy óra. Hát gyakorlatilag csak nem 6000 forint. Jó? Egy óra. Jó, és ez nem is olyan sok. Tehát ezeken a területeken 30000 forintért is képzik az embereket óránként. Ja, de az olyan, hogy az csak képzés, tehát nincs személyes segítség. Oké? Okay? Nincsen? Persze. Nincs. Nincs olyan. Ha elakad valaki, akkor úgy marad. Jó? No, szóval. Tehát nem tudom, hogy látjátok. Kellene vajon foglalkozni azzal, hogy az emberek tudatosabbak legyenek? Hm? Kellene? Ki az, aki úgy gondolja, hogy kellene? Oké. Okay. Szuper. Jó, mindenki. Tehát ugye említettem, hogy van 25 témánk. És azt is említettem, hogy minden területre vonatkozik ez a 25 téma. Az alaptémáink, az például a legfontosabb, legalapabb téma, az a tisztességbecsület, erkölcs, tehát az etika. Ez utoljára hány hónap volt? Négy hónapos, tehát 120 órás képzés volt. Ma a bolygón te nem kapsz etika képzést. Semmilyet igazából. Van 10 mondat ugye a 10 parancsolatban, és az az etika képzés. Jó, tehát nem igazán vannak etika képzések, nem nagyon. De ennyi órában foglalkozva etika nincs, csak náluk. És ha végignézzük, akkor van egy másik fontos, második képzésünk. Az pedig az eredményes tanulás képzés. Ugyanis eredményesen akkor tud az ember tanulni, hogyha képes arra, van tudása arra, hogy a három akadályt leküzdje. Tehát három akadály. Ez nem egyszerű, ezek az akadályok leküzdése, ezt megtanuljuk. De ott kezdődik a probléma, hogy van két olyan akadály, amely a tanulás elkezdését akadályozza. Két probléma. A tanulás elkezdését. Tehát ha bármelyik a két probléma közül jelen van egy illetőben, akkor el se kezdi a tanulást. És ez nagyon nagyon egyszerű két dolog. Ezt két mondatban el tudom mondani. Az egyik az, hogy nem érdekli. Se a tanulás, vagy az a téma, amit tanulna. Nem érdekli. Ilyennel biztos találkoztatok. A másik pedig az, hogy azt mondja, hogy ó, hát én azon a területen már profi vagyok, mindent tudok. Nekem nem tudnak újat mondani. Oké? Okay.
Tehát ez a két akadály az, amely megakadályozza, hogy valaki elkezdjen tanulni. Akik itt tanulnak, ezen a két akadályon túléptek. De találkozunk olyan emberekkel, akik nem lépnek túl, valamelyik problémát fenntartják a kettő közül. Például azt mondja, hogy őt nem érdekli. Erre csak azt mondom, hogy hát bolond ember az, akit nem érdekel, hogy jobban éljen. Ez bolond. Annak valamit nem stimmel. Nem százas. Szó szerint. Senkinek, tehát nincs a Földön olyan ember, akinek tökéletes az élete. Nincs ilyen. Jó? Még nekem se. Pedig nálamnál a bolygón nem hiszem, hogy sok ember van, aki jobban ismeri az életet és az ember működését. Jó? Maradjunk ennyibe. Tehát élő ember. Na most mégsem mondom azt, hogy tökéletes az életem. Érted? Na most, és hidd el, hogy lehet, hogy én tanulok a legtöbbet havi szinten. Akik itt tanulnak azok között. Jó? Pedig sokkal, de sokkal több a tudásom, mint bárkit, akit ismerek. A bolygón. Oké? A bolygón. Na most nézzük tovább. Tehát, ha valaki nem akar boldogulni az életében, az nem normális. Hát az a normális, aki boldogul, nem? Vagy boldogulni akar. Van a másik, aki azt gondolja, hogy hát ő mindent tud, neki újat nem tudnak tanítani. Na most vannak, akik itt tanulnak mellettem több mint egy évtizede. Tehát több mint egy évtizede tanítom őket. Vannak olyanok, akik több mint két évtizede tanítom őket. Érted? Olyan is van, aki már majdnem három évtizede tanult velem. És ugye akik itt vannak mondjuk legalább egy évtizede, azok egy csomó új dolgot hallanak tőlem, amit sose hallottak, érted? És szinte minden alkalommal, minden szerdán és minden vasárnap. Na most, ami azt jelenti, hogy emberek azt gondolják, tudjuk, mindent tudnak. Vannak olyan emberek, akik lehet, hogy az anyag terén sokat tudnak. Tehát, mit tudom, sokat tudnak az ember működéséről, az ember az egy anyag részben. Mondjuk arról a részről, az anyagi részről. De oda bele tartozik a pénz is, természetesen. Általában azok az emberek, az ember másik részéről, például arról, hogy elme, vagy arról, hogy gondolkodás, vagy arról, hogy lélek, nem sok fogalmuk van. Vagy vannak olyan emberek, akik ezen a téren, hogy gondolkodás, elme, lélek, otthon vannak. De olyannak kevéssel találkoztam, aki az elme és a lélek téren otthon van, általában a lélek téren vannak otthon. De az elmetéren nagyon nem. Vagy olyanok vannak, akik az elmetéren vannak otthon, de a lélek terén nagyon nem. Na most, tehát ugye ez három különböző dolog. Ugye a gondolkodás, lélek és elme. És az ember ezek közül, a három közül
csak az egyiket nem ismeri kellőképpen, akkor nem sok pozitív változás fog létrejönni az életében. Oké? Okay? Mert ez a hármas szerep úgy működik, hogy egymástól függnek. Hát egymástól függ. És ha az embernek ez a három, ez nincs harmóniában, hát akkor az illető az nem úgy fog boldogulni az életében, ahogy kellene. Tehát, hogyha valaki úgy gondolja, hogy a szellemi oldal ez a három rész, hogy a gondolkodás, a lélek és az elme, ezen otthon van, én még nem találkoztam közel se olyan emberrel, aki mondjuk annyit tudna erről a három dologról, mint én. Jó? De az interneten se. Tehát bárhol tanulmányoztam. Én milliókat fizettem ki a képzésemért, tehát hogy képezzenek, egészen 2010-ig. Jó? Azóta kevesebbet jóval, de 2010-ig. És tehát gondoljátok végig mondjuk, nagyon érdekes, most lehet, hogy ez furcsán fog hangzani, 2010-től viszont nem fizettem képzésemre. 2010 nyarától nem fizettem képzésemre. De nem fizettem. És mégis furcsa mód, többet tanultam ebben a 14 évben, mint előtte, ugye mikortól fizettem a képzésemre, 91-től. Egészen fizettem 2010-ig, az 19 év volt. 19 év alatt több millió forintot kifizettem a képzésemre, és nem tanultam annyit, mint azóta, 2010 és 24 között. Amikor semmit nem fizettem a képzésemre. Oké? Okay? De tényleg semmit. Na most, de miért? Mert van egy szellemi kapcsolatom, amin keresztül kapom a tudást. Érted? Tehát mit tudom én, mondjuk 2010 óta az ember és az élet működésével kapcsolatban nem tudtak olyan kérdést föltenni, amire mondjuk 3 percen belül ne tudtam volna választani. Jó? És ha az bennem lett volna az a tudás, akkor azonnal tudtam volna választani. Jó? De mivel nekem azt a tudást meg kellett kapnom, és fel kellett dolgoznom, ezáltal ugye ez valamennyi időt kellett hozzá. Jó, szóval, de hogy tiszta és világos legyen, amikor én elkezdtem foglalkozni azzal, amit most csinálok, előtte elkezdtem foglalkozni azzal, hogy mi egy embernek a feladata meg a küldetése. És amint megtudtam, hogy nekem mi a feladatom és a küldetésem, egyébként ezért se fizettem, hogy foglalkozzak az ember feladatával, meg küldetésével. Szóval, amikor elkezdtem foglalkozni ezzel, akkor rögtön rájöttem, hogy nekem mi a feladatom, mi a küldetésem, és előtte csak sejtésem volt. Hát sejtésem. És kiderült, hogy én nem a küldetésemet csinálom. De tényleg nem azt csináltam előtte. Sőt, a feladatomat azt mondjuk csináltam, csak nem a küldetésem érdekében. Hát nem mindegy, hogy milyen feladatot végez az ember, hogy a küldetése érdekében végzi a feladatát, vagy nem annak érdekében végzi.
És amint számomra világossá vált, hogy nekem mi a küldetésem és mi a feladatom, én gyakorlatilag egy éven belülre álltam. Oké? Tehát nem csak célként kitűztem, hanem egy éven belülre álltam. Érted? A küldetésem teljesítésére. Márpedig nekem tudod, mi a küldetésem? Az, hogy az emberiség számára egy olyan tudást vigyek el, hogy az emberek képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni. Ez a küldetésem. És erre a küldetésre én ráléptem, de ehhez ugye a feladatomat is teljesíteni kell. A feladatom pedig az, hogy minél több ember rájön arra, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban együttműködni egymással. Na most, közben, még ott akkor tájt, mikor ráléptem erre a küldetésre, azután kaptam egy sugallatot. Álmomba, mielőtt fölébredtem volna. És felkértek arra, hogy csináljak egy olyan dolgot, amitől az emberiség sorsa függ. Szó szerint. És akkor részletesen elmondták ezt a dolgot nekem, mielőtt felébredtem volna. Méghozzá azt, hogy ezen a bolygón létre kell hozni az új korszakot. Ezt úgy hívják, hogy szeretetkor. Más néven aranykor. És a mi közösségünk lesz ebben az élenjáró. Tehát gyakorlatilag mi tudjuk ezt megcsinálni, ez azt jelenti. A többiek legfeljebb követni tudnak minket. Tehát, hogy ez a korszak létrejöjjön. A szeretet kor az a béke, boldogság kora, ahol gyakorlatilag megszűnik az a fajta elnyomás, ami most van. Oké? Okay. Tehát, gondoljátok végig, nem lenne egy olyan jó, tehát nem lenne jó egy olyan korszakban élni, ahol nincs az a fajta elnyomás, ami most van. Tehát van egy szabály az elnyomással kapcsolatban és az emberek boldogtalanságával kapcsolatban. Ott, ahol az emberek boldogtalanok, ott az elnyomók bőszen tevékenykednek azon, hogy az emberek boldogtalanok legyenek. Érted? És azt tudják az elnyomók elnyomni, azt az embert tudják elnyomni, aki hagyja. Oké? Okay? Illetve azt is el tudják nyomni, aki rosszul reagál. Tehát az hagyja, akinek nincs tudása, és az reagál rosszul, akinek nincs tudása. Világos? Vagy nincs elég tudása. Tehát mindenütt ott, ahol az emberek nem boldogok, ott jelen vannak az elnyomók, már pedig a bolygón minden ötödik ember. Valamilyen szinten dolgozik azon, de tényleg dolgozik azon, hogy az emberek a környezetükben ne legyenek boldogok. És az 5%-nak, vagyis a 20%-nak a 20%-a a nagyon veszélyesen elnyomó. És ha ez a 4%, ez hatalomba kerül, vagy egyesek hatalomba kerülnek, akkor Isten mentse meg azokat az embereket, akik alá kerülnek. Tehát befolyásuk van rá. Jó? Szóval, és ha megnézzük, mit tudom én mondjuk, a WHO vezetője
Egy ilyen szuper elnyomó. Érted? Tehát szó szerint egy bűnözőt raktak a WHO élére. Nézz utána, nem hiszed. És azóta több baromságokat csinál a WHO, mióta ez a hülye a WHO élén van, érted? Ez az aberált pszichopata, érted? És de hát nem csak róla van szó, hanem ugye másokról is, természetesen. Csak ez egy jó példa, hogyha egy elnyomó, a 4%-ba tartozó szuper elnyomó bekerül egy hatalmi hatalomba, egy vezetőként. Jó? Olyan hatalomba, ahol befolyással bírhat sok-sok emberre. Jó, úgyhogy a mi közösségünknek van egy olyan fajta célja, ami egyben az én küldetésem is, hogy eljutatni az embereket a 7. lelki szintre. Tehát a 7. lelki szint. A 7. lelki szint az a tudásszint, és a tudás akkor ér valamit, ha azt alkalmazza az ember természetesen. Hiába tanulsz, hanem alkalmazod. Tehát a tudás, még egyszer mondom, akkor ér valamit, hogyha az ember a tudását alkalmazza. Tehát ott egy olyan szintű tudás van, a 7. lelki szinten, és a tudásnak az alkalmazása, ahol az ember választhat, hogy a következő életébe vissza akar-e jönni segíteni, vagy visszamegy a fenti létformába. Oké? Ahonnan jöttünk, mint lélek. Mert mindenki a fenti létformából jött, mint lélek. Tehát választhat az ember. Saját szabad akaratba. Az azt jelenti, hogy a választás, ugye az, csak hogy világos legyen, azt az eredményt hozza, hogyha visszajön az ember ide a földre, akkor kap egy fenti segítséget arra, hogy ellássa a feladatát. De mivel tudás nélkül kell születnünk, mert különben belebolondulnánk a csecsemőtestbe, ezáltal az embernek szüksége van a fenti segítségre. Ha azt választja az ember, hogy nem jön le segíteni, hanem a felső létformába távozik, akkor pedig visszakapja az összes életéből elmentett tudását. Na most, csak hogy tiszta és világos legyen, a lélek korlátlan tudásra képes. A testen belül az agy nagyon korlátozott tudásra képes. Jó? Tehát, hogyha ezt figyelembe vesszük, ha mondjuk a testként megkapnád az előző összes életednek a tudását, akkor egy pillanat alatt megbolondulná. Oké? De lélekként ez nem így van. Tehát a lélek az korlátlan tudásra képes. De csak annyit kaphat vissza az ember természetesen, amit ő hozott létre. Se többet, se kevesebbet. Jó? Tehát én azért jöttem le erre a bolygóra, hogy minél több embert eljutassak a beteljesülés szintjére, de az a baj ezzel kapcsolatban, hogy addig, ameddig az elnyomók működnek, főleg ezek a szuper elnyomók, addig az emberek csak a 6. lelki szintig tudnak általában eljutni. Oké, az meg nem elégséges ahhoz,
hogy visszakerüljenek a fenti létformába. És ezért kell az aranykor. Ezért kell ezektől az elnyomóktól mentes korszak. És mert ez úgy működik, hogy tanulsz, alkalmazod, és valaki fogja és elnyom, és te nem tudod kezelni, akkor már is olyan, mintha nem tanultál volna semmit. Érted? Mintha nem tudnál semmit. Úgy működsz. Tehát ami azt jelenti, hogy hibázol rögtön. Az elnyomás hatására az ember rögtön hibázik. És ha olyan helyzetben van, ami jelentős mértékben hatással bír a saját vagy mások életére, az a hibázás, akkor az nagy károkat tud okozni. Jó? Na szóval, azzal, hogy valaki jár rendezvényekre, be tudja teljesíteni a valahova tartozás lelki szintjét. Milyen rendezvényekre? Hát a mi rendezvényeinkre. Ugye minden szerdán és vasárnap vannak a rendezvényeink. Havonta egy vasárnap az hosszabb időtartamú. Tehát 12 olyan vasárnap van, amilyen hosszabb időtartamú, nem csak este, hanem egész napos. Akik élőben nézik az előadásokat, amikor nem tudnak részt venni, azok is valamilyen szinten valahova tartozás lelki szintjén tudnak lenni. De azok, akik csak felvételről nézik, és össze-vissza nézik, hát azok ne csodálkozzanak, hogy még a harmadik lelki szintre sem tudnak feljutni. Elnézést. Kidolgozott rendszerünk van arra vonatkozóan, hogy hogyan érje el az ember a négyes, illetve az ötös, továbbá a hatos lelki szintet. Jó? És ezzel kapcsolatban megmutatom. Tehát valaki azt gondolja, hogy ő, hát ő már a hármas, vagy négyes, vagy ötösön, vagy hatoson van, nem szeretném elkeseríteni, de jó, ha megtudja az igazságot. Ugyanis a harmadik lelki szintet az éri el, aki egy pozitív közösséghez tartozik a rendszeres jelenlétével. Oké? Nem akármilyen közösség. Tehát egy közösség akkor közösség, ha pozitív, és akkor közösség, hogyha oda rendszeresen járnak az emberek. Az nem közösség, ahova nem járnak. A Facebook az nem egy közösség, jó? Most csak el akarják hitetni, hogy ez egy közösség. A közösség az, amikor találkozol emberekkel. Világos voltam? Jó, a négyes lelki szintet az képes elérni, aki tanulja és gyakorolja az együttműködést az emberekkel. Hogy lehet táv együttműködést csinálni? Szinte sehogy. Jó? Hát az emberekkel találkozni kell. Az ötödik lelki szintet azt tudja elérni, aki képes teremteni, és az embereknek át tudja adni a tudását. Magasabb szinten tanulja és gyakorolja az együttműködést az emberekkel. Saját csapat nélkül nem is érhető el. Hatodik lelki szintet az érje el, aki képes teremteni, és az emberekkel szeretetben, békében együttműködni, saját csapat nélkül nem érhető el. És itt van a hetedik lelki szint, aki képes teremteni, és feltétel nélkül szeretetben, békében együttműködni az emberekkel. Jó, tehát feltétel nélkül. Tehát a legtöbb ember érdekből teszi azt, amit tesz. Jó, maradjunk ennyiben. Nem feltétel nélkül. Jó? Tehát megnézed akár az anyákat. Tehát nem akarom leértékelni
azt, amit az anyák tesznek, most félre ne értsétek. Miért a gyereküket szeretik a legjobban? Mert ők szülték. Akkor ez nem érdekes. Akkor mi a franc? Jó, nem? Világos voltam? Más gyerekkel is ugyanúgy kellene hozzáállni, mint a sajátodhoz. Ha te jobban állsz a saját gyerekedhez, mint más gyerekekhez, akkor bizony érdeked van. Mert azt te szülted. Vagy férfiként te csináltad. És ezen érdemes elgondolkodni. Úgyhogy ott van az önzőség. Jó? Ami bizony érdek. Jó? Úgyhogy ennyi. Mondom, gondolkozzatok el rajta. Oké? Okay? Tehát majd, ha minden ember, aki együttműködik veled, ugyanarra a szintre hozod, mint a saját gyerekedet, na akkor vagy te érdekmentes. Világos voltam? Oké? Okay? Jó? Na, úgyhogy ennyi. Ennyi fér bele a mai képzésünkbe, illetve az első részbe. Jó, ebben azért volt képzés, csak nem volt módszer. Jó? Tehát nem volt módszer. A módszerek azok a második részben vannak. Ha úgy látod, hogy érdekesnek tűnt az, amit csinálunk, akkor lehetőséged van arra, hogy a második részbe betekints egy alkalommal. Ha az még nem történt meg, akkor a mostani az az alkalom. Jó, és ugye ezt más is megteheti, annak jelenlétében, akik ugye ajánlották, illetve annak jelenlétében, aki ajánlotta, vagy annak azok jelenlétében, akik ajánlották neki az, hogy nézze meg az előadást. Jó, úgyhogy ha úgy látod, hogy maradni szeretné a második részre, akkor örülünk neki. Ha úgy látod, hogy hát köszönöm szépen, nekem ennyi elég volt, akkor elköszönünk tőled, jó? És örültünk, hogy megtiszteltél minket a jelenléteddel. Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok!